Íme a sasok sasának sasa. Birodalom a sasban, a sas a birodalomban. Az uralom jó ízének megtestesülése. Hús, ki mindeneket táplál porhanyó ízeivel, delikát izinkjeivel, egészséges piros bőrével. Európa konyhájának remeke és dicsősége. Gyönyörré szelidült, harcias szárnyas. Íme, ki minden nagyságosat és rája méltót kitüntet zamatával és illatával, a királyok innyéhez méltó. Már megbocsássanak, de az efféle kletyvaszt nem veszi be a gyomrom. Ó, ugye, Gusto? Fájni is ám. A húsa, mint a gesztenye. Maga Luizika sütötte. Csépegessétek csak a húsát, mint a két fejű kakast falnátok. Azért csak kapan az, mint valahányan, akik itt turkáljátok. No de János! Fiam! Mi ez a rebellió? Ó! Kibújt a prostószög az úrizságból! Én mindezt előre megjósoltam magámnak. Másféli. Hozzátok fel, ha már megfőtt! Schrecklich! Es ist ein borzalom! Ungár és Bauer. Te disznóólat csinálsz a palotámból? A maguk csak disznónak valót tálalnak fel. És hogy merészeled megríkatni a lányomat? Te! Te senki ember! Hát ez jár nekem a győzelemért. Ez a kétfejű kappan, ez a finnyás, szoknyás macsak, meg ezek a karót nyelt múmiák. Vasra veretlek, tömlöcbe záratlak. Fogjátok le! Lefogadhat engem! Vasra is verethet. De ha van magában emberség, el ne felejtse, ki nyerte meg ezt a háborút. Ha én el nem kapom Napóleon grabancát, most ő fajja fel Bécset, Burgostul, Harangostul, Tarnyostul! Fajja! Elmarkoltak az életemből 8 évet. A legényeim java odaveszett. Őrzse is, hol van? Most már hagyjanak engem békén! Adja ki felség az opsitomat! Megszolgáltam érte, és megyek is ebből a hacacáré világból. Itt a jutalmad! Te! Repellis kódis! Felszántom a császár udvarát, belévetem hazám búhaját. Hadd tudja meg, császár felsége, mi terem.